16. Dentál Vördön immár 15. alkalommal kerül megrendezésre a szájhigiéniai kongresszus. Úgy gondolom, hogy ez a szám önmagáért beszél, és mutatja, hogy a Dentál Vörd szervezői mennyire fontos témának tekintik a prevenciót, a megelőzést, hisz nem véletlenül, hogy az első alakuló évet kivéve minden esztendőben megrendezték a dentálhigiénikusoknak a továbbképzését szolgáló kongresszust. Úgy próbáltuk összeállítani a szájhigiénikusok kongresszusának témáit, hogy azok valóban újszerűek, korszerűek legyenek, és valóban szolgáljanak majd új ismereteket is, amelyeket a mindennapi munkájuk során fel tudnak használni, hasznosítani tudnak. Nagyon izgalmas témákat hallhatnak majd idén is az érdeklődők. Matekovics professzor úr például a terhesség alatti orális feladatokat fogja taglalni, kitér arra a tényre, hogy még mindig él az a szomorú, már babonásnak nevezhető ismeret, hogy ahány terhesség, annyi fogveszteség. Ezt egyszer és mindenkorra el kellene már felejteni. Ugyancsak a terhesség alatti szájápolási feladatokról szól majd Szántó Ildikó doktor és Sándor Balázs doktor, akik ezt a témát tovább boncolják, mert a terhesség alatti feladatokon túl majd a megszületendő csecsemő kisgyermekkor szájápolási feladatairól szólnak egészen a serdülőkorig. Ugyanakkor az előadáson szó lesz a megszületendő gyermek fogazatáról szóló fejlődéslélektani elvekről is. Gera professzor úr a professzionális, fenntartó szájhigiéniai kezelések jelentőségéről fog szólni, kitérve arra, hogy a dentális plak otthoni szájápolással nem megszüntethető. Ennek a megszüntetésére, eltávolítására feltétlenül szüksége van mindenkinek, életkortól, különböző egyéni adottságoktól, körülményektől függően, de természetesen ennek a jelentősége nagyon fontos, ennek a hasznáról, illetőleg a hatásairól hallhat majd a hallgatóság előadást. Gáspár doktor a hialuronsav oldat felhasználásának a rendkívül sokféle lehetőségéről fog szólni. Nagyon sok gyakorlati példával, megtörtént eseménnyel, esettel fogja igazolni mondandóját. Nagyon izgalmas téma lesz Barabási Katalin doktornő előadása, melyben a szoftlézer alkalmazásának a különböző újszerű lehetőségeiről fog szólni, illetőleg azt fogja illusztrálni és alátámasztani, hogy mennyire hatásosak ezek a kezelések a fogászati javító, gyógyító tevékenységek során. Hallhatunk majd Tóth Tünde előadásáról, melyben a fogfehérítés különböző eszközeiről, lehetőségeiről szól, és nagyon fontos, hogy ki fog arra térni, hogy mit vállalhatnak ebből a szájhigiénikusok, illetőleg a szájhigiénikusoknak ezen a területen melyek a legfontosabb teendői és feladatai. Néhány terméknek a bemutatására is sor kerül, így például Varga András az ultrahangos fogkefe hasznairól fog szólni, Radánovics Nagy Dániel Forgács Viktóriával a terápiás fogkrémek használatáról, mindennapi használatának előnyeiről, lehetőségeiről szól. Mindezek rövid ismertetése után úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lehet ez a nap majd a résztvevők számára, és remélhetőleg hozzájárulnak ezek az előadások ahhoz, hogy meglévő ismereteiket valóban hasznosan úgy bővítsék, hogy az itt hallottakat majd a mindennapi munka során hasznosítani tudják.